Fesztiválkatlanban, Tokajban, ha jól tudom, most először jár itt a társulat. Bemutatnátok pár szóban az előadást nekünk? Robi jobban tisztában van az előadással. Igen. Jenő. Tehát ő a Jenő az előadás. Néha szoktuk elnevezni, ha mi jövünk ide, és akkor mindig adunk neki egy nevet. Most úgy hívják, hogy Jenő. Hát bemutattuk az előadást. Bármi történhet. Tehát hiába mondom én el, vagy a Zsolti, hogy mi lesz, mert úgyse az lesz. Egyet lehet mondani, több tényezős, lesznek ilyen műsorszámok, amelyek vagy a zene, vagy a vizualitás, vagy az akusztikus beszélgetés irányába mozdul el. Nem tudom, Zsolti, szerinted? De mi általában három részre osztjuk az előadásokat. Van az eleje, ahol bejövünk mind a négyen, aztán felváltva jövünk be, ezt mi közepének szoktuk hívni a társulaton belül. Ez ilyen szakmai dolog, és akkor van a közepén is egy rész, ahol négyen vagyunk bent, de inkább ilyen kibemászkálás van, tehát négy tagú a társulat, és kibejövünk, és akkor van, amit úgy nevezünk, hogy vége. Ez egy ilyen szakszó nálunk. De csak mi használjuk egyébként a szakmában, de direkt azért, hogy a többiek ne tudják, hogy hol tartunk. Hát eredetileg a teátrumban kellett volna, hogy köszöntsem önöket, de akkora érdeklődés mutatkozott a rendezvényünk iránt, hogy végül úgy döntöttünk, hogy itt a nagy színpadon tartjuk meg a Best of Lárpul Lár estet. Ma este is nevetni jöttünk, hisz az elmúlt 30 év legjobb színpadi és televíziós dalaiból, jeleneteiből, poénjaiból hozott válogatást a Lárpul Lár nagy négyese, Dolágsali Róbert, Lár András, Pető Zsolt és persze Szász Móni, fogadják őket szeretettel! 1980-as évek végén alakult meg a társulat. Mi az, ami még a mai napig összetart benneteket és inspirál? Hát az az igazság, a hosszú évek alatt így érzelmileg megérintettük egymást, és igaz, hogy elég csapodár. Éreztem a pillanatot, amikor el kéne venni a mikrofon tőle, rögtön az elején. Csapodár azért a társulat, de azért valahol a lelkünk legmélyén van egyfajta vonzódás, és időnként általában érdekes pontfellépésekre össze szoktunk verődni. Milyen érdekes. Igen, és akkor így, hát hogy mondjam, érzelmileg is összeszokunk egyre jobban. Tehát most már nagyon nehezen tudnánk egymás nélkül élni. Zsolti? Én láttam, hogy rám nézel, de én ehhez semmit nem tudok hozzátenni. A Robi mindent elmondott. Tehát, igen. Igazából én 20 éve vagyok a társulatban, meg a Móni, és igen, azóta tudom, hogy időnként találkozunk, és akkor együtt vagyunk. Az, hogy még mindig oldalról nézve a másikat, még mindig röhögünk, de valamikor hátulról, tehát előfordul az is, például most, az jó jel. Tehát az jó dolog a társulatra nézvést, hogy ennyire, ja, most vagyunk 30 évesek ebben az évben, és azzal ünnepeljük meg, hogy egy ilyen, egy ilyen jubileumi gondolatot lövünk fel az égbe, és arra gondolunk, hogy most vagyunk 30 évesek. Eddig úgy tűnt, a menedzsert kérdezgetve, úgy tűnik, hogy nem lesz olyan egyelőre olyan alkalom, amikor egy ilyen 30 éves bulit csinálnánk, nem tudom miért. De ez a gondolat, ez bejött. A gondolat, tehát igen, tehát hogy sokszor gondolunk rá, és mondjuk a közönség, hogy ti is gondoljatok rá, ez egy lényeges dolog. 30 évig együtt egy társaság, az egy nagy dolog, az nem? Az nagy élet. Így van. Van olyan ember, például olyan költő, amíg 30 év előtt ma meghal, és mégis híresebb lett. A hülye.